Sziasztok! Csima Vilmos vagyok, és ez itt a Játékra kész, mert játszani jó csatorna. A mai napon egy igazán csodálatos őszi játékot hoztunk el nektek, ez pedig nem más, mint az Undergrow. A játékban egy faként próbálunk meg gyökereink segítségével, gombákkal szimbiózist létesíteni, és megpróbálunk így minél több nyersanyagot, minél több lehetőséget igénybe venni, hogy fává cseperedjünk. A játékot az fogja megnyerni, aki a végén a legtöbb pontot szerzi. Most egy kicsit magam ellen fogok beszélni, mert igazából ezt a videót meg se kellene néznetek, ugyanis egy fantasztikusan jó tutoriált csináltak hozzá, játékosra lebontva. Ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ha valaki követi az itt leírt instrukciókat, négyen játszátok, akkor lépésről lépésre bevezetnek benneteket a játékba, de én azt remélem, hogy azért a mi kis videónk segíteni fog nektek abban, hogy jobban megértsétek a játékot, és a videó után rögtön el tudjatok kezdeni játszani. Először egy setupot mutatok, utána egy gyors játék értelmezést, megfejtjük nektek a játékot, majd a végén egy értékelés és elköszönés következik. Csapjunk bele! Itt láthatjátok az Undergrow játék setupját, ugye előre beszetapoltam. Beszélnék egy kicsit az elemekről. Van ez a kezdő tájlunk, ahol tulajdonképpen 5 gomba egyben van, mindig ez az, ahonnan elindulunk. Két játékosra setupoltam, itt látjátok a fehér, illetve a zöld játékosnak a kezdő gyökér korongját, illetve a magját és a hozzátartozó kis gyökereket, ami mindig így középre mutat. Ezen felül láthatjátok a játékos táblát. A játékos táblán az akcióink vannak feltüntetve, a 4 gomba fajtának van egy-egy jelölője, van 4 fánk, illetve itt vannak a hozzátartozó gyökerek, illetve a magok, vagy magoncok. Ő maga lesz a carbon tracker, azaz a szén jelölő, a szén útjának a jelölője, a 3 játékos kártya, ami lényegében semmi más nem csinál, mint különböző feladatokat ad, erről majd a játék folyamán még beszélgetni fogunk. Itt vannak a gomba jelölők, és a különböző nyersanyagok, a szén, a kálium, a foszfor és a nitrogén. Ezekkel fogunk játszani. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy gomba jelölő. Megmutatom, tehát hogy ő egy gomba jelölő, amit le lehet majd tenni a játék folyamán. Felül látjuk magának a gombának a fajtáját, mellette látható a neve. Ez a 3 toboz, ez minden, a tobozok a játékban a pontszámokat mutatják, tehát hogy ezeket a pontokat lehet majd írni a végén, illetve itt látjuk, hogyha aktiválni akarjuk magát a gombát, akkor ez lesz az ára az aktiválásnak, és miután aktív, ez az, amit kapunk érte. Erről majd természetesen a szabálymagyarázatban fogok beszélni. Ha két játékos, ebben a játékban, ahogy már mondtam a bemutatkozásban, egy fa ként szereplünk, tehát egy fának az életét éljük, és próbáljuk ugyebár a gombákat rávenni arra, hogy segítsék a mi fejlődésünket. A játékos táblán ezért láthatóak ezek az elemek. Igazából még ami fontos, hogy vannak bónusz tájlok, ezek a bónusz tájlok, ahogy haladunk felfelé a carbon trackeren, ha elérünk egy bizonyos kockát, akkor felvehetjük az ott lévő összes bónusztájlt. Ezek úgy néznek ki, hogy vagy nyersanyag, vagy a pontszám, ami a végén fog érni nekünk többet. Ezeket felvesszük, és a számunkra legfontosabbat fogjuk kiválasztani, amit vagy azonnal fel tudunk használni, vagy pedig a játék végén fogjuk a pontozásba használni. Én azt gondolom, hogy ennyi volt tulajdonképpen a setup, és akkor csapjunk is bele a szabálymagyarázásba. Igazából 5 akciónk van, ebből az 5 akcióból körönként egyet tudunk használni. Én azzal kezdeném, hogy gyorsan menjünk végig ezeken az akciókon. Nem föntről lefelé fogok haladni, hanem számomra logikusan. Az első ilyen akciónk a Reproduce. Hogy is épül fel egy ilyen akció?
Ez úgy épül fel, hogy van az akciónak egy költsége, amit mindig itt a bal oldalon látunk. Itt a költség egy karbon és két foszfor, tehát hogyha ezt be tudom fizetni, mert mondjuk van, tehát ki kell fizetni a költségét magának az akciónak, tehát ebben az esetben két foszfort, egy karbont, ezt betesszük a közösbe, és ezért lehelyezhetünk egy magoncot egy gyökérrel a táblára. Hogy történik a lehelyezés? A lehelyezés bárhova lehelyezhetjük, ahova a magonc beleillik, tehát hogyha például én mondjuk ezt hova is kellene tenni, mondjuk ide fogom letenni, és egy gyökeret hozzá, valamelyik gombára mutatva. Itt rögtön elmondom, hogy miért fontos, hogy hova mutat a gyökér. Azokat a gombákat lehet majd a későbbiekben aktiválni, vagy onnan tudunk karbont abszorbálni, ahova a gyökér mutat. Viszont aktiválni később majd csak azt a gombát lehet, ha már abszorbáltunk szenet, de ezt majd később. Tehát, hogy letesszük, mindig egy oldalra tudjuk a gyökeret mutatni. Azért is fontos, hogy merre mutat, mert az a végén, ahova gyökér mutat, és megfelelő karbonszám van rajta a magoncon, annyi pontszámot fogunk írni. Tehát a reproduce action az nem más, mint letenni egy magoncot és egy hozzátartozó gyökeret. Minden akciónak van még egy opcionális része, ami azt jelenti, hogy példának okáért a reproduce akciónál bármilyen nyersanyagot, hogyha felhasználok, akkor a kezemben lévő három gombatájból egyet letehetek. Ez, a letétel az úgy néz ki, hogy valamelyikhez kapcsolódnia kell, oldalirányból, tehát, hogy nyilván ezt így nem tehetem le, viszont oldallal le tudom tenni, mondjuk én ezt ide szeretném tenni. Tehát, hogy ezt ezért befizettem mondjuk egy külön akciót. Ez volt a reproduce. A kör végén pedig mindig a kézlimit, az három tile egyet felhúzok valamelyik dekből. Következő körben mondjuk a partner akciót szeretném felhasználni, ennek az ára egy szén és kettő darab kálium. És ezért két gyökeret tudok lehelyezni egy már letett magomhoz. Ugye így tudom megtenni azt, hogy több gombától tudjak a későbbiekben, ha megfelelően tudok abszorbálni szenet, akkor pontszámot kapni. Mondjuk én például ezt a kettőt letenném ide, és ide. Nem vagyok köteles egyhez letenni, letehetnék egyet ide és egyet ide például. Tehát ez is egy teljesen jó, csináljuk is így. Igen. Tehát ez volt a partner akció. A harmadik akciónak bemutatnám nektek az activate action-t. Ez úgy néz ki, hogy a már meglévő gombánkat, ahova a gyökér mutat, azokat tudjuk aktiválni. Egy gombát több faj is tud használni, ez fontos. Itt már van egy karbonom, tehát itt tudok aktiválni. Ilyenkor ki kell fizetni annak az adott gombának az árát. Ez úgy történik, hogyha például én aktivizálni szeretném ezt a gombát, akkor ennek az ára itt látható egy karbon, és az egyik ilyen tájlomat, ami a gomba fajtáját jelöli, meg kell fordítanom. Tehát, hogyha ezt aktivizálni szeretném, megfordítom a gombát, és egy karbont ráteszek a gombára. Ez fontos, hogy egy gombán több karbon is lehet. És ha ezt megtettem, akkor ez az az akció, amit aktivizálni tudok, azaz kapok egy foszfort, egy nitrogént, és hogyha ez a tájlom, ez a gomba jelölő tájlom, vagy gomba fajta jelölő tájlom meg lenne fordítva, akkor ezt vissza tudom fordítani. Most ez nem volt, úgyhogy ezt nem kellett megtennem. Tehát ennyire egyszerű maga az aktiválás. A következő az az abszorbálás, tehát hogy ahogy szenet tudunk magunkhoz vonzani, ez azért lesz nagyon fontos, ugyebár, ahogy elmondtam, hogy csak annyi gyökeret tudok a végén pontszámmá alakítani, ahány abszorbált szenem van azon a magoncon. Hogyha
háromat sikerült abszorbálnom, akkor utána az fává fog válni, és a fa előnye, hogy a fa akárhány, tehát mind a négy gyökérért be fogja húzni a pontokat. A játék végén jelenleg kiválaszthatnám, hogy melyikért szeretnék pontot kapni, mondjuk ezért a háromért szeretnék, tehát ezért szeretnék pontot kapni, mert itt három pontot kapok. Hogyha itt kettő darab szén lenne, akkor kiválaszthatom ezt is és ezt is. Ha három van rajta, akkor az átalakul egy fává, és onnantól kezdve minden vele érintkező tájtól pontot fogok kapni. De most egyelőre az abszorbálást mutatnám, ez pedig úgy működik, hogy ha ezt aktivizálom, ami azt jelenti, hogy bármilyen egy gomba fajta jelölő tájt meg kell fordítanom, mondjuk megfordítom ezt, és be kell fizetnem egy bármilyen nyersanyagot, ezt megteszem, és ezért egy karbont erről a tájról magamhoz tudok vonzani. Mi történik akkor, ha példának okáért nem itt történne ez az akció, hanem itt szeretnék abszorbálni, és nincs a közvetlen mellette lévő, tehát ezen a tájon nincs karbon, amit be tudnék húzni. Ilyenkor tudom igénybe venni a opcionális akció részét a dolognak, ami pedig úgy működik, hogy ahhoz, hogy el tudjak mozdítani egy szenet, ahhoz be kell fizetnem ismételten egy bármilyen nyersanyagot, ismét meg kell fordítanom egy tájlomat, és akkor egy szenet el tudok innen húzni, és ugye a normál akcióba pedig magamhoz tudom vonzani. Ezek így működnek. Tehát igazából, amikor azt mondom, hogy egy akciód van, ez egy akció, és ahol van egy opcionális akció. Az ötödik akció, az tulajdonképpen, ahogy megpróbálunk visszaállítani mindent, ez a fotoszintetizálás, ilyenkor kapunk kettő darab szenet, hogyha ezt az akciót választjuk a közösből, és hogyha nitrogént befizetek, minden egyes befizetett nitrogénért kaphatok még egy szenet. Ez azért fontos, hogy amikor aktivizálni akarunk ugye egy gombát, valaminek például kettő karbon, ami az ára. Tehát hogy érdemes ezzel erre mindig odafigyelni, hogy legyen tartalékba. Ezen felül az összes használt tájlunkat visszafordíthatjuk, tehát hogy a következő körben megint nyugodtan tudunk taktikázni, hogy melyik gombát szeretnénk használni, és akármennyi kezünkben lévő kártyát eldobhatunk, és helyette felhúzhatjuk a további három kártyánkat. Lényegében ezek az akciók, és ez a szabály. Ami még fontos, bármikor szenet abszorbálunk, akkor ezen a szénjelző táblán, vagy carbon trackeren megyünk egyet felfelé. Ez fogja egyébként determinálni a játék végét is. Ez úgy néz ki, hogy amikor lépünk egyet, hiába, igen, nagyon fontos, hiába abszorbálunk kettő darab szenet, vagy karbon, akkor is mindig csak egyet léphetünk előre. Megtörtént az abszorbálás, itt ennél kapnék egy nitrogént, itt, ahogy már elmondtam, a setupnál bónusztájlok közül választhatok, itt egy gyökeret kapok, itt szépen haladunk felfelé, majd amikor elérjük a legfelsőt, és az utolsó szenet abszorbáltuk, akkor eldönthetjük, ezt mindenképp megkapjuk, ez lenne ez a végjelző tulajdonképpen, amikor a játék véget ér, ezt a pontszámot megkapjuk érte, és ezen felül még választhatunk ezek közül egyet, és utána egy kört játszunk még, és így van vége a játéknak. Ami még a játéknak ad egy kis csavart, ezek a kártyák, amik három különböző feladatot adnak mindig, több ilyen kártya van, én ezt a hármat választottam. Ezek apró feladatok, van amelyik kompetitív, van amelyik egy kicsit még inkább kompetitív, tehát itt például ez azt mondja, hogy ahány fa érintkezik legalább két gomba típussal, az a végén fánként kettő pontot fog kapni. Itt azt láthatjuk, hogy az akinek a legtöbb a gyökere, az 9 pontot fog kapni a játék végén, a második 5-öt, a harmadik 3-at, a negyedik 1-et. A játék készítői, egyébként aki a Wingspannek is volt az alkotója, ő alkotta ezt a játékot, ezt úgy találta ki, hogy ha táj van, tehát ugyanannyi, akkor azt a két számot összeadjuk, elfelezzük, és azt a számot fogjuk megkapni.
Úgyhogy tulajdonképpen a játék maga ennyi egyszerű, a pontszámokat a végén ugye összegyűjtjük, erről még gyorsan egy 3 perc, vagy 3 mondat. Igazából minden egyes olyan gombáért, amihez fa csatlakozik, és a fának arra van gyökere, megkapjuk a pontszámokat. Hogyha több gyökerünk van, mint a hány karbonunk, és nincs rajta fánk, egyébként maximum 4 fát tudunk feltenni, így lett belimitálva, azokért választhatjuk, hogy melyikért kérünk pontszámot. Ezt egyébként ezen a kis jelölőn fogjuk tudni végignézni. Először megnézzük az első gól, második gól, harmadik gól, utána fánként vagy magonként végigmegyünk, és ott felírjuk szépen a pontokat, utána megnézzük a bónusz tájlokat, amiket felszedegettünk, majd a végén minden 2 darab megmaradt nyersanyagért még plusz 1 pontot fogunk kapni, és így alakul ki a végső pontszám. Ez maga a játék, szerintem egyébként sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondoltam, és sokkal egyszerűbben megtanulható, úgyhogy mindenkinek nagyon elmegy, nagyon jó pofa játék, sokat kell benne gondolkodni, de mindjárt visszatérek, és akkor értékeljük a játékot. Hát ennyi volt a játék magyarázat. Mint láttátok, a setup egyszerű, a játék sem túl bonyolult, sok elem van benne, sok mindenre oda kell figyelni. Igazából nyelvfüggetlennek ezt nem mondanám, de ugye jön a magyar megjelenés, ha már nincs itt. Úgyhogy alapvetően szerintem őszre ez egy nagyon szuper kis játék. Én nagyon kedvelem az ilyen jellegű játékokat, nálam ez simán megkap egy 7 és feles pontszámot. És szerintem a Board Game Geek-en is szépen halad felfelé a játék. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra, és légy szíves, kövessetek minket a Facebookon is. Sziasztok!